Mint minden tanulónak, úgy a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és gimnázium diákjai számára is tart a nyári szünet június második felétől, azonban a szünidő idején is vannak kötelezettségei a fiataloknak, hiszen ilyenkor zajlanak a több hetes nyári gyakorlatok. Az egészségügyisek a nyár egy részét a kórházban töltik szakmai gyakorlaton, de ugyanígy a többi ágazaton tanuló diák is eleget tesz e kötelezettségének. A pedagógusok számára sem állt meg a munka a tanév lezárását követően, hiszen folyamatosan készítik elő a 2024-2025-ös tanévben történő oktatáshoz szükséges anyagokat. Nálunk projektalapú oktatás van, ezért a következő évi tanévhez a szakmai anyagigény leadása ez a projekteknek megfelelően történik. Tehát a munkaközösségvezetők minimum, de ugye szüksége van a munkaközösség tagjaira ahhoz, hogy megtervezik a következő évre a projekteket, és ennek megfelelően augusztus 8-áig beadják számomra a szakmai anyagigényt, tehát teljes mértékben nem áll le számukra a munka, illetve készülnek a gyerekek is, meg ők se állnak, mert vannak, akik most jelen pillanatban kint vannak duális képzésben a különböző ágazatokban, vannak olyan gyerekek, akik majd augusztus végén lesznek gyakorlaton. A középiskolában a technikumi és a szakképző iskolai képzési rendszerben a nagy hanyobányokkal bíró szakmacsoportokban indulnak 9. évfolyamos osztályok szeptemberben. A Szerencsi Szakképzési Központ fenntartásában működő Sátoraljaújhelyi Oktatási Intézmény azonban minden esztendőben igyekszik megújulni. Idén szeptemberben egy új képzési forma bevezetésével indítja a tanévet. Ez a honvédelmi ágazat logisztikai szakmai irányjal. Indul sima logisztikai technikus osztályunk, indul a honvédelmi ágazat logisztikai szakmai irányjal, turisztika, vendéglátás ágazatban indítunk, egészségügyi ágazatban indítunk osztályokat, tehát ebben a négy ágazatban fog most osztály indulni ebben a következő tanévben. Szeptembertől egy új ágazat, a honvédelmi ágazat kerül bevezetésre, az SMS-t, az iskola működési szabályzatát is át kell, hogy dolgozzuk, és ugye az új törvényeknek megfelelően az iskola házi rendjét is át kell, hogy dolgozzuk a tanévre, mire a diákok beérkeznek az iskolába. A középiskola az új tanévben gimnáziumi osztályt nem tud indítani, azonban folyamatosan indít ingyenes képzéseket több szakmában felnőttek számára.